Dr. Takács István Érseki helynök urat kértem föl előadást tartani a világ körülöttünk címmel. Csütörtökön este a Plébánia nagytermében dr. Takács István a társadalmi változásokat és az ezekre adható válaszokat vette számba. Mint mondta, a háború és az energiaválság most kérdésessé teszi a jövőt. A bizonytalanság pedig félelmet szül, hiszen az ember mindenkinél kiszolgáltatottabb a történelemnek. Az érseki helynök mindezt világhírű, fontos üzeneteket hordozó festményekkel, művészeti, filozófiai példákkal is illusztrálta. Létfelejtésben élünk hogy az ember beleragadt a pillanatba, lét nagy kérdései helyett az itt köti le. És valóban nem több az élet, mint hogy az ember dolgozik, nem több az élet, mint hogy szánt, birkákat terelget, fecázik, de mégis úgy tűnik, hogy a mai ember így, így belezuhant ebbe az itt létbe és a lét kérdéseit, pont akkor, amikor Lehetősége van szembesülni saját törékenységével, a lét nagy kérdéseivel, az élet értelmével. Azt nem teszi fel, és amikor ezekkel szembesülne, inkább elfordítja a fejét. Dr. Takács István szerint ennek következménye, hogy sokak számára egy a fontos, az, hogy itt és most jó legyen, és emiatt beleragadnak a pillanatba. Emiatt pedig elveszítik a reményt adó nagy távlatot, s a fogyasztás vigaszába menekülnek. Ez viszont kiszolgáltatottsághoz vezet, mindezt a felvilágosodás a modern kor hozta a világba, méltatlannak tartva az emberhez mindazt, ami ésszel nem ellenőrizhető, ezzel kizárva például a természet felettit és azt az emberképet, amit a Biblia kínál, tette hozzá az érseki helynők. Valójában a megoldás nem más, mint újra rátalálni erre az áldó kézre. Arra az Istenre, aki meghív minket ebbe az életbe, meghív minket arra, hogy társai legyünk a jóban, és meghív minket arra, hogy túllássunk az itt és most valóságon, sőt túllássunk a halálon is. Ugye ez a kép akkor lesz majd igazán bátorító, hogyha mi magunk is az életünket nem onnan a nehézségekből, a reménytelenből, a küzdelemből értelmezzük, hanem abból az áldókézből. Dr. Takács István azt mondta, így már értelmezhető, hogy a győzelem nem az ügyességen múlik, vagy egy harcos testi adottságain, hanem azon az erőn, amit mi Isten szövetségeseként, reményként kapunk a világban, és ezzel száműzni tudjuk a sötétséget.